Közelmúltban rendezték meg az Ovi Foci Kupa sorozat második felvonását. Nagyon sok kisgyermek sportolt ez alkalommal a Napsugár tagovodában. A szervezők és a fiatalok egyaránt nagy izgalommal várták a sorozat folytatását, amely az elmúlt években is maradandó élmény volt minden résztvevő számára. Múlt héten 10 városi és 3 vidéki óvoda kis csapatai mérkőztek meg egymással. 13 csapat van jelen, és 3 vidéki, 10 pedig ugye helyi óvoda, és úgy láttam a gyerekeken, hogy nagyon lelkesek, nagyon várják, mindent megígértek, hogy ők szeretnének győzni. Szerintem egy nagyon klassz kis napnak nézünk elébe, az ég kegyes volt hozzánk, tényleg jó időt rendeltünk, és megérkezett. Az ajándékok nagyon bőségesek újra, tehát köszönjük a támogatóknak, mert azért egy kisgyereknek nagyon fontos az, hogy a végén, amikor ugye eredményt hirdetünk, ugye itt nálunk mindenki győz, akkor azért valami kis jutalommal, kis emlékkel térjenek haza. Az esemény részeként persze nem csak foci várta az apró lábúakat. Szerintem jó a szervezés, nagyon ügyesek, ahogy hallottam, nagyon ügyes kis állomásokat terveztek az óvónéni, lesz itt ügyességi vetélkedő, lesz csillánfestés, lesz ugye maga a foci, ugrálóvár. Tehát törekedtünk arra, hogy egy mozgásos feladat, ami ugye 12 percig fog tartani, akkor egy picit ülősebb legyen, hogy a gyerekek azért töltődjenek a következő állomásra, újra erőre kapjanak, mert azért meleg lesz. Tehát most még azért hűvös reggel az idő, de 11 fele biztos nagyon meleg lesz. Tehát erre is törekedtünk, hogy kiegyensúlyozottak legyenek az állomások. Én csak annyit tudok elmondani, hogy bízom benne, hogy mindenki nagyon jól fogja magát érezni, és jó szívvel emlékeznek a vidékiek is, meg a helyi óvisok is erre napra, hogy milyen klassz kis délelőtt volt ez a mai nap. A szokott módon a szövetség ajándékok és meglepetések sokaságával kedveskedett a gyerekeknek. Petrás Gábor, a DLS főtitkára elmondta, almát, csokoládét, délben pedig pizzát kaptak a sportoló fiatalok. Nagyon sok támogató ilyenkor hozzánk jön, és szeretné támogatni a gyerekeket, főleg az Ovi Foci kupa kapcsán. Ugye hoztunk 100 darab almát, akkor 200 darab csokoládét a DÉPASE, illetve az önkormányzat részéről, ivólét hoztunk, kupákat, érmeket, úgyhogy nagyon sok ajándékot, illetve a Karisza Sport Egyesület, a Diablo pedig a pizzákat fogja szállítani dél körül. Ellátogatott az óvodába Szántó Péter önkormányzati képviselő is. Kiemelte, mindig jó látni, ha ennyi gyerek tud együtt szórakozni. Úgy gondolja, minden ehhez hasonló mozgásformát ilyen fiatalon kell elkezdeni. Én úgy gondolom, hogy mindent a legkisebb korba kell elkezdeni. Vagy ahhoz, hogy a gyerek megtanuljon valamit, vagy elsajátítson valamit, és örömöt is szerezzünk neki, ahhoz valahol el kell kezdeni, és ez a gyerekkor. Itt most nagyon-nagyon sok pici, 3-tól 5 éves, 6 éves kori gyerekek is részt vesznek ezeken a programokon, vagy ezen a programon, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés volt, és legyen hosszú életű. Sokszor találkozunk még itt a gyerekekkel. Ez volt tehát az Ovi Foci Kupa sorozat második felvonása. Az utolsó forduló a tervek szerint decemberben lesz majd a Gárdonyi, vagy új néven Szent Pantaleimon általános iskolában. A legjobban teljesítő csapat egy garnitúra mezzel gazdagodik majd.